Sikeresen szerepeltek a kapuvári Movement Dance táncosai a Connector Táncfesztiválon Veszprémben. Mészáros Laura táncpedagógus elmondta, arany és ezüstérmekkel, illetve kupákkal tértek haza a rangos versenyről. Ugye a tanévet azt mindig mi szeptemberben kezdjük, tehát általában az évekkel is, az évvel is így gazdálkodunk. Az első fél évben a felkészülési időszak folyt, a csoportok összeszoktatása, illetve mindig a karácsonyi gála az a fél évnek a nagy dobása, ami idén az Alice Csodaországban karácsonyi verziója volt, tehát Karácsony Csodaországban. Ez szerencsére nagy sikert aratott a gyerekek, illetve a szülők, illetve külsős nézők körébe is, mert szerencsésnek mondhatom magunkat, hogy egyre több olyan felnőtt is érdeklődik, illetve gyerek, akit amúgy a tánc nem feltétlenül vonz, illetve már esetleg idősebb, hanem mint műértő, vagy mint tánc szerető jön el megnézni az előadásainkat, és maga a show miatt, a mondani való miatt nézi meg és élvezi ezeket az órákat. A versenyekről néhány szót. Foglaljuk össze, milyen versenyek voltak az elmúlt időszakban. Ugye ősszel voltunk a Modern Haladó csoportunkkal egy pesti versenyen, a Ritmus Csapatok Bajnokságán, ahol tovább jutottak egy nemzetközi versenyre, ennek a következő fordulója volt most januárban, úgyhogy arra is készültünk már karácsony óta. Januárban Bécsben a nemzetközi versenyen, ezt igazából Európa-bajnokságnak is mondhatnám, bár Indiából is voltak táncosok, tehát azért elég sok helyről, de főleg Európából. Ott a Modern Kortárs kontemporári csoportban ők lettek az elsők, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültek. Nekik ez volt az első ilyen nemzetközi megmérettetés, mivel hiába jutottak ki Horvátországba, illetve Olaszországba is a tavalyi évben, anyagi gondok miatt, illetve családi problémák miatt is ezt nehéz volt megoldani, mind egy tánciskola, mind gyerekek részéről, úgyhogy ezek elmaradtak, viszont a Bécs a közelsége miatt is vonzó volt számunkra, ezért ennek nagyon örültünk, hogy sikerült kijutni, és majd szeretnénk ezt tovább folytatni is, hogyha majd idén a második fél évben tovább jutunk esetleg más nemzetközi versenyekre is. Ez volt a január. Egyből előtte kaptunk meghívást egy bajnokok gálájára, ez is szintén Pesten volt, ahol az év legjobb koreográfiáit hívták meg. Ez egy 25 koreográfiából álló kis előadás volt. Itt helyezések nem voltak, tehát nem verseny volt, hanem az volt maga a megtiszteltetés, hogy ezt a táncunkat, amivel versenyen is voltunk, kiemelte a szakmai zsűri, és ezért eljuthattak oda. Ez volt a január, február ez felkészüléssel telt, hiszen március elején, mint már meg annyi évben eljutottunk ismét Veszprémbe, a Connector Dance Festre. Ismét eredményesek voltunk, nagyon jó hangulatú verseny volt, rengeteg versenyző, ez is nemzetközi verseny, hiszen Horvátországból, Szlovákiából, környező országokból mindenhonnan voltak indulók. Úgy érzem, hogy sikeres volt, gyerkőcök mindent megtettek, talán ilyen népes még sose volt a tábor, tehát az most már egy táncversenyen, hogy 10-20 csoport indul egymás ellen, az már mindig nagy szó, mert azért sajnos elaprózódnak a táncversenyek, mivel nincs egy olyan közeg, aki összefogná ezt az összeset, hanem különböző bajnokságok vannak. Ezért is nem szeretjük azt mondani, hogy ők országos bajnokok vagy Európa bajnokok, hanem inkább mindig versenyekről beszélünk, és így akkor tisztán látszik az eredményük. Hát pár eredményt azért kiemelnék. A szombati napon arany első helyezést szerzett a Modern kezdő csoportunk Átkelés Tükörországban című tánca, ezt amúgy a Karácsony Csodaországból, produkciónkból a nyitánya volt, onnan emeltük ki. Ezüst érmet szerzett, 7 csoportunk is, szólónk is, tehát ez nagyon jól sikerült, ilyen volt Szemiklósról a Békabuli, a Modern csoportunkból a Hear Me Out, amivel amúgy a nemzetközi versenyen szerezték az első helyezést, a Bolondos Tea Party, Csornáról a Hóvihar című modern táncunk, a felnőtteknek a Félelem udvara kortárs tánca, showban a Macska duett, illetve a szólóban még Serfőző hanga
szerepelt a második helyen. Szólóban szereztünk még negyedik, ötödik, hatodik, illetve kilencedik helyet, illetve csoportban lett még egy hetedik helyünk is. Mindegyiknek nagyon örültünk, pontosan azért, mivel a népes tábor miatt még így is nagyon sok mindenkit maguk mögé szorítottak, illetve magukból kiadták a maximumot, és külön örültünk neki, hogy több zsűri is odajött szombati napon, és táncosoknak, és nekem is mondta, hogy ők hogy szeretik a kapuvári koreográfiákat, mert mennyire kreatívak a zenével, mennyire összhangban élnek, és egyszerűen jó nézni őket. Hát ez még egy külön élmény volt. Ki állított össze a koreográfiákat? Hát idén kaptam egy kis segítséget is, a modern kortárs táncokat, azok csoportosokat, mindegyiket én állítottam össze, illetve volt segítőm a szólók duókban. A szóló duóba Kovács Alexandra besegített a modern kezdőcsoport koreográfiáiba, a modern haladóknál viszont már ők maguk készítették a táncukat. Róluk tudni kell, hogy ők még csak felsőtagozatos, általános iskolás felsőtagozatos táncosok, de ebben a képzésben nekik szerepe van a koreografálásnak is, tehát már az egy lépcsőfok, mindig így a 5., 4. osztály körüli táncosoknak, hogy már akkor saját maguknak táncot kell készíteni, szólót vagy duót, segítek nekik, összevágom a zenét, koreografálási tanácsokat kapnak, és ilyen technikákat tanulnak, és így akár évről évre így tanulhatnak majd be szólókat, és nekik idén már ez volt a feladatuk, hogy a versenytáncot is ők készítsék, úgyhogy ez külön élmény volt, hogy így feljutottak a második helyre, a 5. helyre, 4. helyre, tehát ez külön élmény volt számukra, hogy ezért már tényleg ők dolgoztak meg. Volt bent segítség természetesen, de maga a mozgás és az alapötlet az az övék volt. Milyen érzés a tánctanárnak, a táncpedagógusnak, hogy a fiatalok is már képesek arra, hogy egy-egy koreográfiát össze tudnak állítani, színpadra tudnak állítani, hiszen azért ez egy komoly munka. Ó, hát ez nagyon jó. Meg is könnyezi néha az ember. Nem csak azt, amit összeállítottak, hanem amikor már a készművet is látja az ember, amikor tényleg úgy összeáll az egész, és lehet azt az összhangot érezni a táncosok között, a zenével is az összhangot, amikor a mondani való már megvan. Tehát ez mindig megható, és főleg akkor, amikor már ők készítik. Ilyenkor persze a lelki felkészítés is ugyanolyan fontos, mert azért főleg ilyenkor versenyen stressz helyzet van, és ezt nehéz kezelni. Míg amikor fix koreográfiákkal jönnek a versenyre, akkor azért van egy kapaszkodójuk, az jobban segít. Most azért sokkal jobban izgultak, amikor már saját koreográfiával voltak. Hát van olyan versenyzők, aki ilyenkor annyira stresszes, hogy előtte tényleg elsírja magát, mert annyira ideges, és hogy ő elfelejtette a táncot, akkor ebben mindig segíteni kell, át kell lendíteni a holtponton, meg kell nyugtatni, tehát meg kell találni azt a technikát, hogy melyik táncost hogyan lehet segíteni ebben a helyzetben. Ugye ez egy nagyon összetett mozgáskultúra, itt azért agyban, testben ott kell lenni a színpadon, és ha már egy fiatal ebben részt tud venni, ki tud találni dolgokat, ez gondolom plusz élmény akár. Persze, illetve még azt is kiemelném, hogy érzelmileg, mert azok lesznek a legjobb produkciók, azok lesznek a legjobb táncok, amik nem kimondottan csak a technikai tudást vonultatják fel, hanem valamilyen érzetet keltenek magukban is, illetve a nézőkben is. Tehát így, hogy átérezzük, hogy ő mit akar mondani azzal a tánccal. Tehát hiába lehet bárki bármilyen technikás táncos, hogyha csak egymás után tesszük a mozdulatokat, akkor ez egy torna gyakorlat lesz. Tehát mindenképp bele kell vinni a személyiséget és az érzelmeket. Hogy folytatódik az év, hiszen most már itt a tavasz, most már jönnek akár a egyéb rendezvények is itt a városba, akár itt a térségünkbe. Milyen munka fog folyni itt a Moonban Dance Schoolnál modern táncosok körében? Hú, hát most már gyorsan kell dolgoznunk, hiszen júniusban mindig van egy tanévzáró gálánk, ami idén, hát ez a régi idők nagy slágerei, nevezhetjük retrózenéknek, ezeket szeretnénk feldolgozni, úgyhogy most a háttérmunka folyik, most készülnek majd az új táncok. Ez az, ami a következő hónapokra mindenképp a meghatározó lesz, illetve ezen kívül szeretnénk ismét menni még versenyekre,
Pestre a ritmus csapatok versenyére indulunk. Itt még ugye függőben van időbeosztás miatt, hogy eljutunk-e az áprilisi, illetve a júniusi versenyre is, vagy csak az egyikre, egyik csoporttal az egyikre, másik csoporttal a másikra. Tehát ez még majd most alakul ugye március elején. És ugye így derülnek ki azok is, hogy a nemzetközi versenyekre kik jutnak ki. Az évben körülbelül hány táncossal foglalkozik most a táncpedagógus? Ugye úgy tudom, itt azért megvan osztva, tehát Rabi Imre is, aki a hip-hop kategóriába jeleskedik, de ez a munkamegosztás hogy történik, illetve mennyien táncolják most a modern táncot itt az iskolában? Hát talán így még külön nem is számoltam át, hogy a modernet kimondottan kik táncolják. A tánciskolának a létszámát mindig szeptemberben megpróbáljuk meghatározni, de addig jutunk általában, hogy 200 és 300 fő között mozognak a táncosaink, mivel azért ez nem egy állandó létszám. Az egyik azért, mert azért mindig van olyan személy, aki lemorzsolódik, vagy azért, mert testileg nem bírja, vagy azért, mert iskolai időbeosztások miatt nem sikerül beleilleszteni a napi programjában, illetve olyanok is vannak, akik évközben jönnek rá, hogy ők mégis szeretnének. Ugye erre is nem hagyunk azért akkora teret nekik, mert csak szeptember-októberben lehet csatlakozni, illetve január-februári hónapokban, hogy a többiek készülését se zavarjuk bele, meg illetve ilyenkor is csak a kezdő csoportokhoz lehet csatlakozni, és a haladóbb csoportoknak a kiválasztása az mindig szeptember elején történik, tehát az majd a következő évben. Úgyhogy azért mozog mindig a létszám, én ezt a 200-300 főt tudom belőni. Ugye munkamegosztás az úgy van, hogy az óvodásokkal, a első, másodikas gyerkőcökkel, akiknek még a felkészítése folyik, velük én foglalkozom, illetve a modern szekcióval, korosztályonként, és a hip-hop iskoláskortól, de már az óvodáskortól is a fiúknak, a hip-hop részleggel pedig Rabi Imre, akivel majd mindjárt erről bővebben beszéltek. És a csatlakozásról, tehát akkor most, aki úgy gondolja, hogy részt szeretne venni a munkába, az őszig várjon a csatlakozással? Én azt mondom, mindenképpen célszerű, főleg gyerekeknél, mert nem jó egy olyan csapatba belecsöppenni, akik éppen benne vannak a munkában, főleg akkor, hogyha még esetleg ő nem is mozgott semmit, mert azért nehéz. Tehát rá kell készülni testileg, lelkileg, szellemileg, és nehogy abból kudarc élménye legyen a gyereknek, mert nem tud annyira gyorsan felvenni a ritmust. Tehát mindig szerencsésebb a szeptemberi kezdés. Köszönöm. Szívesen. Mészáros Laurával készített beszélgetésünk után nevezünk el kicsit a hip-hop részlegre is. Hát milyen verseny volt, amire fel szeretné hívni mi a figyelmet, ami az elmúlt időszakban volt, és eredményt ért el a csapat? Az utolsó előtti versenyünk az itt volt Kapuváron, igazából most ez már tradicionálisan a 9. alkalom volt. Kapuvári malomsöröző adott neki úgymond biztosított helyszínt. Itt a hip-hop kategórián belül show kategóriák voltak, amiben otthon az emberkék a saját koreográfiájukat gyakorolták, és itt bemutatták a saját zenére, illetve emellett még 2-2, illetve 1-1 párbajok voltak láthatók, ahol randomra a DJ egy ismeretlen zenét játszott, és arra kellett improvizálniuk a versenyzőknek. Itt voltak kapuvári indulókon kívül még Szegedtől, Budapest, Bécs vonalig bezárólag úgymond az országból, illetve külföldről is indulók, úgyhogy mondhatom azt bátran, hogy egy elég komoly szintű versenyre sikerült úgymond szert tenni itt Kapuváron, és úgy gondolom, hogy a nézők is, és illetve a kapuvári, illetve a környékbeli tánciskoláinknak a tanulói is egy jó szintű versenyt láthattak itt Kapuváron. Következő egy speciális produkció lesz, ugyanis a két előadó Kogler Sára és Rabi Imre. Az előadás címe Méreg a zsákban. Yeah!
Ki az, aki ilyenkor tényleg jól tud szerepelni? Mi kell hozzá, hogy valaki itt ezen a szinten már eredményt tudjon elérni? Igazából az évek, ugye a rutin, amire azt mondják, hogy minél több rutin legyen, illetve a gyakorlásnak a hozzáállása, illetve az agyban való felkészülés is nagyon-nagyon fontos. Ki mennyi időt fordít rá, az majd az eredményben meg fog mutatkozni, és ez nem egy vagy két év munkája. Ez egy hosszú-hosszú idő, alázatos munkájáról szól ez a dolog igazából, én úgy gondolom. Elégedett vagy a versenyzőitekkel? Én elégedett vagyok. Mindig úgy vagyunk, én úgy gondolom, hogy mindig lehetne jobb, de a mai világban úgy gondolom, hogy most már szép eredményeket érünk el, és a gyerekeket is próbáljuk olyan gondolkodásmódra bírni, hogy a küzdelem az első és legfontosabb, hogy annak lesz majd eredménye a jövőben. A hip-hop az egy különleges tánc, nagyon látványos mozgáskultúra, jól mutat a színpadon. Hát ezt a gyerekek hogy tudják ezt a ritmust felvenni? Meg tudják tanulni úgy, hogy az látványos is legyen, azért a szakmai rész is bent legyen. Így van, igazából ugyanúgy ezt is, akit érdekel, az utána jár, és most már mondhatom azt, hogy azt a világot éljük, hogy ha valakinek van egy kis olyan hozzáállása, hogy szeretne bővebben érdeklődni ezután, most már ott van az internet segítségén, különböző portálok, megosztó oldalak, ahol nagyon-nagyon sok információ van arról, hogy milyen versenyek vannak, milyen szintű táncosok vannak a világban, és azt úgy gondolom, hogy ez elég nagy inspiráció a gyerekeknek. És most hol tart ez a mozgáskultúra, hiszen ez már azért itt van közöttünk egy-két évtizede, ugye? Itt van most már 20 éve, és úgy gondolom, hogy most már több mint 30 éves múltra tekint vissza például a breaktánc, ami most már arra a szintre eljutott, hogy a 2024-ben az olimpián most már úgymond egy külön sportákként fog majd szerepelni, tehát mint a breaktánc. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon várjuk majd mi is. Te is brékeltél, ugye? Jó, igen, az. Még a mai napig még a szinten tartás, igen, még azért az folyik. Szeretném, hogyha majd magyar induló legyen. Nyilvánvaló, hogy azért ez nagyon nagy vágy, hogy itt a környékbeli táncosok közül kikerüljön valaki, de az még 4-5 év. Rajt vagyunk mi is a dolgon, hogy próbáljuk ezt támogatni, illetve hogy versenyző nőjön majd ki a kezünk alól. Ugye beszéltünk Laurával arról is, hogy eljutottak a gyerekek már arra a szintre, hogy saját maguk tudnak koreográfiákat összeállítani. Tehát nem csak a tanár mutatja meg, hogy mit kell, hanem most már a gyerek is összerakja a saját tudását, és piacképessé teszi idézőjelbe, meg tudja mutatni. Ez a hip-hopnál működik? Tehát vannak már olyan diákok? Igen, ugyanúgy működik. Úgy gondolom, hogy akik már a közel 10 éve, 8 éve, 7 éve táncolnak, ők most már rendelkeznek akkora rutinnal, hogy nálam is az újabb generációt tudják picit mentorálni. Igazából most az idei évben is több produkciót csináltak így az idősebb táncosaink. Büszkék vagyok rájuk is, nagyon, mert amellett, hogy ők is versenyeznek, most már próbálják az ő tudásukat is, az ő tapasztalatokat átadni a fiatalabb generációnak. Elfogadta a város ezt a tánc mozgáskultúrát? Hiszen itt azért ugye a néptánc az hosszú idő óta, hiszen most 35 évesek például, jól tudom, a kapuváriak, de ez egy teljesen más, de ugyanúgy szórakoztató, látványos, fitten tart, egészséges életmódra nevel, tehát sok minden hozzátartozik. Én úgy gondolom, hogy elfogadta a város. Nyilvánvaló ez egy újabb sport, azért ennek komoly alapot kell adni, de tehát azt mondhatom, hogy az óvodás kortól a szülőkig bezárólag közel a 40 éves korosztályig vannak nálunk tanulók, tehát ez nem hazudtolja meg magát, úgyhogy amellett, hogy a gyerekeiket nagyon sokan hordják ide, ők maguk is táncolnak, és a táncon kívül most még versenyeznek is. Tehát
Minden helyi rendezvényen próbálunk, ahol meghívnak minket elmenni, ott lenni. Minden felkérésnek próbálunk eleget tenni, tehát akkor úgy gondolom, hogy nem hívnának, hogyha nem érdekelné az embereket. Gondolom mindenkinek van élmény arról, hogyha elment szórakozni a hétvégén a diszkóban, mondjuk attól függ, milyen zenét hallgatott, ugye az elmúlt évtizedekben hány éves, milyen jól érezte ott magát. Na most egy ilyen tánciskolába ezt megteheti akár többször is hetente. Nagyon jó zene van, jók a táncoktatók, jó hangulat. Miért ajánlod ezt a táncot? Miért ajánlom? De elsősorban a fiataloknak azért ajánlom, mert egy közösséghez tartoznak. A közösség a mai világban úgy gondolom, ez egy nagy érték. Tehát nem az otthon ülnek, nem a telefont, illetve a számítógépet nyomják, hanem mozognak, és a mozgás pedig hozza az egészséget, ami a világban most úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb, ha valaki egészséges, illetve egészséges életmódot folytat, és ha egy közösséghez tartozik, az meg csak plusz jó, úgy fog állni majd úgymond a munkájához, az emberekhez, tehát ez egy nevelő célzattal lehet akár az életre is. Fiatal korban megszokják azt, hogy mik a napi rendszerességek, miket kell betartani, így is tisztelettel hogyan tartozok a másik felé. Ugye itt a helyszín adott, tehát a művelődési központban nagyon szépen kialakított helyen lehet gyakorolni, de ugye több telephelye is van már Movement Dance Schoolnak. Igen, Csornától egészen Fertőszent Miklósig vannak csoportjaink. Nyilvánvaló, hogy valahol fix helyen vagyunk, ahol van a saját tánctermünk, valahol béreljük a lehetőséget, de csatlakozási lehetőség mindenhol áll, úgymond mindenkinek. Valamit kihagytunk még a versenyzések sorából, ami az elmúlt időszakban történt? Igen, most voltunk mi is a múlt hétvégén Veszprémben. Mi a vasárnapi napon, úgymond a hip-hop napon szerepeltünk. Itt elsősorban a nap az a hip-hopról szólt. Úgy gondolom, hogy itt is büszkén mondhatom azt, hogy nagyon jó eredményeket értünk el, minősítő, illetve rendes a hobbi, illetve amatőr kategóriákban is. Több aranyérmet hoztunk el, illetve második, harmadik helyet. Itt, amit elsősorban kiemelnék, hogy a felnőtt hip-hop csoportban az első helyet hoztuk el, ahol egy nagyon erős mezőny volt. Több duónk végzett második, harmadik, illetve első helyen. És azt még hozzá szeretném mondani, hogy nagyon büszke vagyok én is a csoportra, amellett, hogy különböző városokból vagyunk, de mégis egy tánciskola alatt sikerült szurkolni egymásnak, illetve bíztatni egymást a versenyzés alatt. Tehát ezt külön meg szeretném köszönni itt a csapatomnak. Hogy folytatódik az év a hip-hoposoknak? Hip-hoposoknak igazából szeretném majd menni még a közeljövőben, Mécsit környéken lesz majd még egy verseny március végén. Oda megyünk pár csoporttal, illetve majd az április-május időszakban majd, amelyik verseny elérhető lesz, oda megpróbálunk mindenféleképpen elutazni. Köszönöm és sok sikert! Mi köszönjük! A Veszprémben rendezett versenyen a Movement Dance School hip-hop táncosai is jó eredményt értek el. Junior amatőr hip-hop formációban második helyen végzett a csornai csapat. Felnőtt amatőr hip-hop duóban első helyen végzett Németh Babos Noémi, Varga Martina Kapuvár. Második helyen végzett Kertész Tünde, Szücsné Horváth Anita Kapuvár. Junior hobbi hip-hop duóban első helyen végzett Gerencsér Blanka, Kogler Zsófia Kapuvár. Második helyen végzett Huszka Péter, Hérics Roland Kapuvár. A harmadik helyen Holt verseny alakult ki. Élő Melinda, Kristóf Dóra, illetve Németh Anna, Simita Viktória páros léphettek fel a dobogó harmadik fokára. Felnőtt hobbi hip-hop duóban első lett Kogler Sára, Rabi Imre Kapuvár. Második helyen végzett Varga Milán, Varga Kevin Kapuvár. Felnőtt hobbi hip-hop csoportban első helyen végzett Kapuvár.